A teszt. Hol vagyok? Ha-hó, kiáltom, de csak a saját hangom tér vissza hozzá. Tiszta, fényes padlójú folyosó húzódik előttem. A levegőben citromos padlóviasz illata száll. Van itt valaki? Újra kérdem, de nincs válasz. Kinézek az egyik ajtón lévő ablakon. Úgy tűnik, ez egy szimpla osztályterem. Táblával, asztalokkal és a terem túloldalán lévő ablakokkal, amelyek a többi osztályteremre néznek. A folyosó végén jobbra fordulva folytatom a felfedezést. Megállok a saroknál, és visszanézek a folyosóra, ahonnan most jöttem, majd erre a folyosóra. Teljesen egyformák. Az osztálytermek mind jobbra vannak, míg a bal oldalon szekrények sorakoznak. Kíváncsiságból kinyitom az egyik szekrényt. Vízesésként patakzik ki belőle a papír. Rengeteg papír. Eleinte próbálom megfékezni az áramlást, de hamar rájövök, hogy ez teljesen hiába való. Lehajolok és felveszek néhányat a földről. Ezek csak üres füzetlapok. Tovább megyek, benézek a következő osztályterembe. Ugyanaz, mint az előző. És a következő is. Majd a következő. Aztán a következő is. A folyosó végén ismét jobbra fordulok. Egy másik, ugyanolyan folyosóra jutok, mint amin eddig jöttem. A következő osztályterem ablakán benézve, most valami más az előzőekhez képest. Bemegyek és felveszem a papírt, ami az egyik padon hever. Záróvizsga. 500 vagy több szóban írja le, miben lenne más az élete, ha kapna egy második esélyt. Istenem, emlékszem. E szavak úgy kólintottak fejbe, mint egy baseballütő. Lassan kihúzom a széket. A kopott fémlábak nyikorgása a padlón visszhangzik a teremben. Remegő térdeim nem bírnak megtartani. Lerogyok a székre. Egy darabig bámulom a papírt, amikor észreveszek egy régi órát a tanári asztalon. Pontosan 4 órát mutat, de valami furcsa benne. De mi? Úristen. A másodperc mutató hátrafelé halad. Ez lehetetlen. Erőt véve magamon, kirúgom magam alól a széket, ahogy felpattanok és futok. A folyosó végén jobbra fordulok. Majd újra jobbra. Futok tovább. A hal. Megint jobbra. Újra a halban vagyok. Mi a franc? És most megint jobbra. És ugyanott vagyok, innen nincs kiút. Ez egyáltalán nem vicces, ordítom. Engedj el innen, számítógép, fejezd be a programot. Bármit is kell mondanom vagy tennem, én megteszem, csak engedd, hogy elmenjek végre innen. Az egyetlen hang, amit hallok, az továbbra is a saját szavaim visszhangja. A kétségbeesés most már teljesen elhatalmasodik rajtam. Rúgok, vágok, sikoltozok, de nem tudok szabadulni. Egyre mélyebbre zuhanok, mintha egy végtelen mély óceánban süllyednék. Most már tudom. Ez nem álom. Ez nem vicc, ez nem a Matrix. Halott vagyok. Egy pillanat múlva újra a tanteremben találom magam. Ott az asztal, rajta a papírral. Nem tehetek mást. Leroskadok a székre, a papírra meredek, és az egyenesen visszabámul rám. Szóval ennyi. A sorsomat egyetlen eszékérdés dönti el? Ránézek az órára, de már nem 4 órát mutat. Most 3:47 van. Visszafelé számol. Bele sem merek gondolni, hogy mi történik, amikor a nullához ér. Végignézek az asztalon, de nem találok semmit, amivel írhatnék. Se toll, se ceruza, de még egy nyomvad zsírkréta sem. Nézem a szomszéd asztalt. Semmi. És a következőt, de az is üres. És a következő is. Felállok, átkutatom az egész termet, de nem találok semmit. Így átmegyek egy másik terembe. Zavarba ejtően pontos másolata az előzőnek, kivéve, hogy itt nincs papírlap sem a padon. A következő 3 terem ugyanez. A tanári asztalra koncentrálok, a középső fiókot húzom, minden erőmet beleadva, kinyílik, de üres. Kétségbe esetten kezdem ököllel verni az egyik padot. Újra és újra lesújtok rá, teljes erőmből, ahogy csak bírok. És végül úgy tűnik, kezdi feladni. Minden erőmet összeszedve tovább folytatom, és jutalmul egy nagy szálka a karomba fúródik. A fájdalomtól felkiáltok, de végre eltört az ár. Lassan kihúzom a fiókot. Üres.
Kinyitom a második fiókot. Üres. És a harmadik is. A francba! Kétségbeesésemben felállok az egyik padra, és megpróbálom felnyomni az egyik mennyezeti panelt. De az természetellenesen nehéz. Meg sem moccan. Leugrom a padról. Kiszaladok a folyosóra. Egyenként nyitom ki a szekrényeket, és hányom ki belőlük a rengeteg üres füzetlapot. Minden terem üres. Minden szekrény tele van papírral. Miután már minden szekrény üres, mind a négy folyosón jobbra fordulok. És ez a folyosó ugyanolyan, mint az eddigi összes többi. Viszont ez teljesen érintetlen. Mintha nem is csináltam volna az égvilágon semmit. A kétségbeesés nem enged. A hátamon van, és éles karmaid belén fúrja, kapaszkodva, mint egy mázsás hátizsák. Bum. 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 A szekrénybe verem a fejem. Végül a padlóra rogyok. Szóval a pokolba kerülök, mert nincs ceruzám. Hát ez minden tanár álma. A csendől elállt. Most tudatosul bennem, hogy mennyire egyedül vagyok. A magány, amelyre egykor vágytam, most a szívembe fúródik. Mintha a lelkemet rágná akár egy éhes féreg. Könnyem csorog az arcomon. Meghallok valamit a légzésem keltette hangba vegyülve. Mi ez? Valami lassú, ütemes és halk. Kop. 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 Mint valami csepegés. Igen, határozottan. Mint amikor a konyhacsap nem zár eléggé, és a szivárgó víz kövér cseppek kinőve egymás után hullanak alá. Kop. Kop. De mégis honnan jön? Körülnézek, és meglepetésemre a padlón vörös foltokat látok. Egészen ideig tart. Ideig, ahol ülök. Már látom. Ez a csuklóm. Egy 5 centis faszilánk szorult a bőröm alá, közvetlenül a csukló mellett. Itt is el tudok vérezni? Legyek bárhol is. A kíváncsiság és az apátia furcsa keverékével nézem, ahogy az életet jelentő vérem lassan szivárog. Hirtelen villámcsapásként ér egy gondolat. Felpattanok és a legközelebbi osztályterembe rohanok. Az íróasztalon lévő óra 3:15-öt mutat. Leülök a papírommal, és fájdalmasan kihúzom a szálkát, amitől gyorsabban kezd folyni a vérem. A csuklómat az asztalon lévő ceruzatartó vájú fölé tartom, és hagyom, hogy a vérem összegyűjjön benne. A faszilánkot belemártam a vérbe, és írni kezdek. Az okok, amiért vissza kellene térnem az életbe. Négy oldalnyi írással és 3 órával később nehezen állok fel. Nagyon gyengének érzem magam a vérveszteség miatt. Az óra mellé teszem a papírlapot, és megvárom a visszaszámlálás végét. 12-szer kötelességtudóan csilingel, majd eltűnik a papírokkal együtt. Várok. Körülnézek a szobában. Akkor kiabálok a plafonra. Átmentem a vizsgán. Kijavítod és visszaküldöd nekem? De a mennyezet nem válaszol. A földre rogyok. Minden erőm elhagyott a vérveszteség miatt. Szóval akkor ennyi. Ezek szerint nem érveltem elég jól. A magány eme örök poklában ragadtam. Meg lehet őrülni a túlvilágon? Gondolataim egyre kevésbé koherensek, ahogy a vértócsa egyre nagyobbra nő alattam. Nem bírom nyitva tartani a szemeimet. Olyan nehezek a szemhéjaim, és nagyon fáradt vagyok. Csak pihenek egy kicsit. Lassan eldőlök, a karomat a fejem alá hajtom, és engedek a vágynak, hogy a szemhéjaim lecsukódjanak. Visszajött! Hallasz? Hogy hívnak? Kinyitom a szemem, éles fény vakít el. Hunyorgom. Furcsa hangok töltik ki a helységet. Egyedül vagyok. Egy gép egyenletes csippanásait hallom. Embereket látok kék ruhában, maszkban és kesztyűben. Egyikük fölöttem áll, 2 defibrillátor lapáttal a kezében. Azt hiszem siker, mondja, hangjában fáradt izgatottság hallatszik. Visszagondolok, hogy mi történt. Megkönnyebbülök. Hála Istennek csak egy rossz álom volt. Lehúnyom a szemem, tudomást sem véve a csuklómon lévő hegről.